Sziasztok, én Spiller vagyok. Pedig Jay-Z vagyok, ez újra a Royal Movie. Sziasztok. Hát Jay-Z, nem túlzok, ha azt mondom, hogy az idei tavasz egyik legjobban várt, általunk is, és gondolom általatok is legjobban várt filmjé kerül ma terítékre, ami hát, nem más lesz. Így van, ugye Batman, Superman ellen, az igazság hajnala. Gothamben lábbal tiporják az emberi jogokat. Az emberek félnek. Úgy érzi, neki minden szabad. Ahogy a Daily Planet bírálja azt, aki talán a törvény felett áll. Kissé képmutató. Nem gondolja? Szerencse, hogy mások nem osztják a véleményét. Én Gotham City véleményét osztom. Nem szeretjük, ha a flapnisek bohóc ruhába öltöznek. Rendezte Zack Snyder. Tudja, mi a legrégebbi hazugság Amerikában? Hogy létezik önzetlen hatalom. 2016-ban. Ez már háború. Az a rohadék kezdte a háborút. Nem én. Nincs esélye, uram. Ez öngyilkosság. Kezdődhet minden idők legmenőbb gladiátor csatája. Krypton fia, összecsap a Gothami paszfickó. Ó, a franc. Itt az ideje, hogy férfiként harcolj. Batman Superman ellen az igazság hajnala. 2016-ban a mozikban 3D-ben. És végre valahára a DC is követi a Marvel példáját, és elkezdte felépíteni a saját univerzumát. Hát van egy kis elmaradás, úgyhogy szerintem lesz mit bepótolnia. De úgy látom, hogy a DC annyira nem kapkod, de azért mégis eléggé jól belehúzott, mert azért elég sok sorozattal is büszkélkedhet, és hát most azért évente fogja dobálni ezeket a szuperhős filmeket, de elég sokat váratott magára, hogy végre a DC saját univerzuma beinduljon. Hát éppen most beszélgetünk, hogy még mennyi időt kell várni, és hát itt is van, úgyhogy az idő az rohan hiába. Így van, nagyon régóta vártuk már, de ha nagyon hamar el is jött, én mondtam is neked, még a beszélgetésünk elején, hogy az idei év két legjobban várt filmje, az Húsvétkor és Pünköskor lesz esedékes a mozikba, ugye a Batman és Superman, a másik pedig az Amerika Kapitány 3 polgárháború, amit szintén rettentően várunk, kíváncsian várunk, hogy mit hoznak ki belőle, ami már mondhatni egy bosszúálló 2,5, annyi hős van hát, benne. Hát felérve legyen. De kanyarodjunk is most vissza a DC-s univerzumunkhoz. Ugye már Christopher Nolan filmjeivel is próbálták elkezdeni ezt az univerzum kiépítést, de ő azt mondta, hogy a Batman filmet szeretne csinálni, nem pedig csupa szuperhős filmet, és nem engedett abból. Ő egy szép trilógiát csinált, és ő azt ott lezárta. Ugye a Christian Bale is, aki játszotta a Batmant, ő is azt mondta, hogy kész, lezárja, nem szerepel többe. Tehát úgymond most a Batmannek, ugye amit a Ben Affleck játszott, most egy aprócska kis rebootot is kellett, hogy kapjon a film. Ugye voltak megint csak visszaemlékezések Batman eredetére, hogy mitől is alakult ez ki. Hát most ez a Batman és Superman, ez egyrészt az acélember folytatása, másrészt mondhatjuk, hogy egy aprócska Batman reboot is. Én úgy vagyok vele legalábbis, mint azon által, ugye, hogy egyrészt más színész is játsza, a stílusában is más, egy kiöregedett, idősebb Batmant is kapunk, és engem az különösen meglepett, hogy itt borzalmasan agresszív volt a karakteret, mert nem szokott ennyire agresszív lenni, úgymond. Ezek a billogok, hát ezek is nem tudom, furák voltak. Tehát úgymond, én úgy fogalmaznék, hogy maga acélember és Batmannek a találkozása kapott egy eredett történetet. Batman nem kapott eredett történetet, azt már jó néhányszor végignéztük, hanem inkább ilyen gyerekkorára való visszaemlékezés formájába próbálták így kialakítani a képet a néző számára, főleg azok számára, akik annyira mondjuk nem ismerik Batman karakterét, mint a Supermanét. De ugye ez a rész egyértelműen az acélember eseményeit követi, ugye 18 hónappal játszódik az acélember után, és hát a film kezdő jelenete is igazából az, ahogy az acélember végződött, tehát ami volt acélember végén lévő harc, azt most ugye Batman szemszögéből láthattuk. Igen, hát Zack Snyder ugye megint jól össze. Nagyon jól. Tette itt nekünk a dolgokat. Iszonyatosan jól összekapcsolta a két karakternek a világát, ez nekem nagyon-nagyon tetszett, attól függetlenül az érzelmeim nekem is, ahogy neked is vegyesek voltak, de viszont a film felépítése is tetszett, ami mondjuk felépítéseben és stílusában az acélemberre hajazott, ugye volt itt is egy hosszú bevezetés, de volt egy hosszú akcióharc is, tehát a film első fele az bevezetés volt, a második fele meg kőkemény
tömény zúzás akció, mint az acélemberbe is. Ugyanakkor voltak a filmben olyan elemek, ilyen nyomasztóbb, komorabb stílusú hangvételű jelenetek, ami pedig inkább Batman stílusára és Batman filmjére jellemző, tehát mind hangulatában és mind felépítésében is jól összekapcsolták ezt a két szuperhőst. Én azt nagyon szeretem Christopher Nolan és Zack Snyder rendezésében, hogy úgy írják meg a forgatókönyvet és úgy csinálják meg a filmet, hogyha esetleg a korábbi részeit nem láttad, akkor is értenéd. Ugye kapunk még egy jövőbeli szállat is, hát ugye az alcímből is az igazság hajnal, ugye felvezetik az igazság liga tagokat, kapnak egy kis cameo, vagy hogy szoktál mondani, cameo jeleneteket. Hát ilyen apró cameo jeleneteket, ugye amik már, ahogy te fogalmaztál, ugye utalások a következő filmekre. Így van, ugye láthatjuk Kiborgot, Aquament, Wonder Woman-t, és hát Flash-t, hát ez volt az a sarkatos pont, ami kivert talán biztosíték ott a Flash-nek a bajsza. Hát nem látták ezek a Flash-nek az első évadát, vagy mi? Igen, hát ugye pont ez szerintem ezért is tűnt fel nekünk, ez a Flash karaktere, mert ugye a DC az nem kapcsolja úgy össze a sorozatait és a filmjeit, mint a Marvel. Tehát a Marvelnek nem csak a filmjei, hanem a sorozata is összekapcsolódnak, de viszont a DC-nek a sorozatai nem kapcsolódnak közvetlenül és szorosan a filmhez, csak közvetett utalások vannak ugye ott a dolgokra. De én azt gondolom, hogy én egészen eddig a filmig bezárólag, vagy még ezelőtt a film előtt, vagy még inkább az acélember előtt, én a DC-nek inkább a sorozatait szerettem jobban, a Marvelnek pedig a filmjeit. De az acélember óta már egyre kíváncsibb vagyok én is, hogy milyen univerzumot fognak kiépíteni. A játékidő nagyon-nagyon hosszú, hát elzsibbadt a tomporunk, mondhatom így. Borzalmasan hosszú volt, tehát igen. 2 óra 20 perc körül. Nagyon jól kibontottak benne mindent, és volt elég idő, amit már említettem a felvezetésre, Supermanre, Batmanre, és még a Csodanő is igazából lényeges játékidőt kapott a film vége fele. Nagyon jó, hogy ő is kapott egy viszonylag nagyobb szerepet. Tehát nem volt elég belőle, de hát igen, ugye ez a álló film, amit mond, a szövőre jön, úgyhogy többet van, is kapunk tehát ugye belőle. A eredet történetére is választ kapunk, ugye ebbe a filmbe az már nem fért bele. Tehát őt nem tudták részletesen bemutatni és kibontani. De ugye jövőre nem csak a Csodanő jön, hanem ugye ennek a filmnek a folytatása, az Igazság ligája is, ami aztán teljes mértékben megadja a kezdőlökést a DC-nek az első fázisának az elindításához. És remélem, hogy minimum színvonalilag olyan jó lesz az Igazság ligája a DC-s univerzumban, mint a Marvelnek a bosszúállója. Látványilag is nagyon tetszett a film, viszont van egy bűnünk, hogy nem 3D-ben néztük, hanem csak 2D-ben, de szerintem nem vett el semmit az élményből. Nem. Az élmény színvonalából emiatt nem hiszem, hogy most bűnhődnünk kellene. De mindenképpen ezt a filmet életmoziba megnézni. Hát nem tudom, most olyan sok nyitott kérdés igazából nem is maradt a filmben, mert nagyon hosszú volt, és tényleg kifejtettek benne mindent, és amit te is vártál, végre itt volt Lex Luthor és a Krypton. Nagyon örültem neki, hogy most végre a kriptonit is elkapott, de hát ugye máskülönben Batman hogyan birkozott volna meg az Istennel, mert ugye... Persze, esélye sem lett volna, ugye. Ugye az emberek maguk sem tudják eldönteni, hogy most mit akarnak, most az Istent akarnak-e, vagy... Vagy egy emberte. Hát ők egymásnak az ellentettjei, de ugye ez az előzetesből is kiderült, és nyilván azzal nem spoilerezek, főleg aki már a képregényt és meséket is ismeri, hogy ők ugye eleinte egymást ellenségnek tekintik, éppen ezért egymást el szeretnék pusztítani, de mihelyt jön egy közös ellenség, rájönnek, hogy ők nekik egy oldalon kell állniuk, mert ők tényleg jó szándékkal tevékenykednek. És hát mindez már a filmben is benne van, hogy ugye egyrészt ellenfelek, de utána már ugye barátok lesznek, főleg ugye mikor szérelép az új ellenség, ugye Lex Luthor jóvoltából. Nekem az derül ki a történet végéből, hogy mind az emberiség, mind pedig a szuperhősök számára kiderül, hogy egyértelműen az embereknek mindkettőre szükségük van. És hát ugye van a leges legvégén egy jelenet, amit most nem lövünk el, mert spoiler lenne, de hát ott már gondolom, majd sejtjük, hogy mi fog történni. Tehát eléggé rendesen utalás a történet folytatására. És hát a legnagyobb kérdés, a Ben Affleck Batmanje, Jay-Z, hogyan tetszett neked? Én személy szerint nagyon meglepődtem rajta, én azt hittem, hogy ő ezt borzasztóan ezen fogja játszani ezt a szerepet, és hogy Bruce Wayne-t is eljátszott, és a harcokban is nagyon jól alakít. Ugye Ben Afflecket még nem láttattuk ilyen szuperhős karakterében. Hát, Daredevil már volt. Az igaz, Daredevil az volt, bocsánat, arról megfeledkeztem. Igen, már régen volt, úgyhogy... Tényleg ott volt a Daredevil, tényleg, azt már nagyon régen láttuk. De viszont mihelyt magára öltötte a Batman felszerelést, már egyből hozzászoktam
az ő Batman játékához. Ugye 2018-ban fogunk majd kapni egy önálló filmet tőle, ugye Batmanként, ugye az Batmannek az önálló filmje lesz. Aztán nem tudom, hogy az acélembernek mikor lesz majd megint külön önálló filmje, de az biztos, hogy jövőre a történet folytatódik az Igazság Ligájával. És hát Jay-Z, térjünk rá, ami nem tetszett. Jesse Eisenberg játéka. Hát igen, idegesítő volt, most csúnyán fogalmazok, sok is volt, igen. Idegesítő is volt, és nekem már kicsit erőltetett is volt. Én mindig azt mondom neked, hogy nekem a Lex Luthor az a Jay Hackman. Hát, régi Supermaneken nőttünk hát föl, hiába. Klassz, meg a régi Batmaneken. Így van. Hát igen, azért Jay Hackmannek a játékát azért, főleg ennyi idő távlatából, egy hiába híres színész, a Jesse Eisenberg, akkor is még csak kezdő, azért azt a színvonalat szerintem nem tudja még most felvenni. Viszont én még egy kis apró hibát észrevettem, a kémia, mintha egy kicsit nem működött volna Ben Affleck és Superman között. Hát nem, vagy a film első felébe biztos, hogy nem. De most a harcra gondolsz? Vagy maga az, hogy ők ketten vannak egy filmben, maga a két színészre? Igen. Hát, ugye ők még nem... Közük még se volt még egymáshoz, de hát ugye mind a karaktereknek, mind maga a színészeknek is össze kell szokniuk. Tehát lehet, hogy olyan idegenek voltak még egymásnak, ugye nekik semmi olyan filmük nem volt, hogy bármi közük lett volna egymáshoz. És lehet, hogy ez most tényleg rányomta a bélyegét a filmre, hogy viszonylag a Harry Cavill kezdő színész, ugye a Ben Affleck azért már mégis egy jobban bejáratott színész már, és lehet, hogy ezt lehetett érezni a filmnek a forgatókönyvben. Nálam, ami a bélyeget rányomta, Jay-Z az a Flashnek a bajusza. Az biztos, igen. Látom, ebből nem enged. Ebből nem. Hát várni fogjuk a folytatást, és hát is várjátok minket, hát legközelebb jövünk, akkor nem mással, mint az Amerika Kapitány Polgárháborúval jövünk majd. Májusban jelentkezünk. Sziasztok! Hello!